Sziasztok. Jó reggelt, sziasztok. Jó reggelt. Ti 10 éve ismertétek meg egymást, és 3 éve vagytok házasok. Miért kellett ennyit várni ezzel? Húha, azért 7 év megismerkedés. Nem is tudom, miért. Hát egyik évben te mondtad, az első pár évben szóba se került ez a téma. Aztán úgy alakult, hogy egyik évben Robi mondta, hogy házasodjunk össze, aztán én mondtam, hogy házasodjunk. De várjunk valakinek, ilyenkor azt kell mondani, hogy nem. Tehát, hogyha Robi azt mondta, hogy házasodjatok, te azt mondtad, hogy nem. Igen. Nem, hogy úgy elrepült az idő, hogy észre se vettük. És mondhatnád, de nem így történt. Valaki nyilván szólt, hogy nem kéne már ezt. De nem, és egyébként, amikor összeházasodtunk 3 évvel ezelőtt, akkor egész egyszerűen ültem otthon, és azt mondtam, jó, most összeházasodunk, megnézem, hogy nyáron mikor van, hogy 26, mikor érek rá. Nem, hogy 21-e az az ő szerencse száma, és akkor mikor van, hogy szombat, 21-e nyár, és mondtam, ez az időpont, és kész, ennyi. Tehát, és meg nem, volt. Nagyon egyszerűen. Igen, azt mondom, hogy 10 év alatt nem biztos, hogy egy 21-e volt, ami szombatra esett. Most az a... Jó, akkor visszamehetnénk, hogy miért nem előbb. Egyébként biztos megvan annak a, hát nyilván a jó oldala is, hogyha valaki mondjuk 1 év után házasodik, és én is magán az esküvőn azt gondoltam, hogy fú, hát most itt nem fog semmi változni, mert már annyi ideje együtt vagyunk, meg hogy mit fogok érezni. És az a furcsa, hogyha sok idő után, viszonylag sok idő után házasodnak össze az emberek, akkor viszont tényleg úgy állnak ott, hogy hú, most nem csak a jó dolgokat éltük már meg 7 év alatt, hanem abban azért már voltak kemény helyzetek. De hát nekem nem magyarázon az anyakönyvvezető, ugye? Igen, és akkor már tényleg, akivel szemben állsz, az tudod, hogy ő milyen ember, pontosan már ott lehullott a lepel, mindent, tehát hogy nagyon tisztában vagy a másikkal. Ennek is megvan szerintem a szép oldala, és annak is, hogyha valaki fél év után, 1 év után meseveli szerelem. De a lánykérés mikor történt meg? Az első. Már nem is emlékszem, igazából azt szeretném elmondani ezzel kapcsolatban, hogy én már voltam házas, és azt gondolom, és azt hiszem most már tapasztalattal a birtokomban és a hátam mögött, hogy igen, jó az, amikor az ember, egy férfi ember jól megismeri a társát. Főleg akkor, amikor egy ilyen fiatal, gyönyörű hölgyről van szó, aki, és köztem ez nem titok, van néhány év különbség is. Tehát nem volt baj, hogyha Timi jól megismert engem, és én is megismerhettem őt, erre adtunk, és volt is rá idő, és igaza van a Timinek abban, hogy valóban, amikor az ember még nagyon fiatal és vágyik egy tartós és hosszú távú társkapcsolatra, hogy van az a hirtelen fellobbanás, és az azonnal mindent ide nekem, és van egy másik, egy kicsit megfontoltabb, kicsit talán lassúbb, kicsit talán aprólékosabb, és azt hiszem, hogy ez a mi esetünkben ez igaz, hogy volt időnk arra, hogy megismerjük, kiismerjük egymást, és ha az érzéseink és a gondolataink, a vágyaink egy irányba haladnak, akkor előbb-utóbb megtörténik az, hogy az ember kezén egy olyan ékszer van, egy olyan gyűrű, ami azt igazolja, hogy ez a kapcsolat, a mi kapcsolatunk nem csak egy ember kezén érvényes, hanem mind a kettőnkén. Egyébként én most saját magamon, bocsánat, azt figyeltem meg, gyorsan mondom, hogy mindig hosszú távú kapcsolataim voltak, és 3 év után változott meg valami. Tehát 3 év után valahogy ez a nagyon nagy szerelem. És akkor csodálkoztam rá, hogy lehet, hogy nem tudunk annyira jól hosszú távon együtt élni. Tehát, hogy lehet, mert hogy van egy a lilaköd, csodás ugye? Szerelem, és annak is megvan, és szuper, és nagyon jó. Csak aztán az, hogy együtt tudjál élni, most már 10 év. Úristen, nagyon ritkább. Egyébként az a ritkább, hogy ugye 7 év után valaki összeházasodik. Tehát ez a legritkább. Általában 7 év után azt mondják, hogy akkor már mindegy. Igen. Viszont mondtátok, hogy eljött ez a pillanat, és leginkább te mondtad azt, hogy akkor házasodjatok össze. De szükségetek volt egyáltalán erre, vagy ez csak egy, mert te már voltál házas. Sokszor van úgy ám szerelmes pároknál, fiataloknál, idősebbeknél, amikor azt mondják, hogy nincs szükség a papírra, nincs szükség arra, hogy ezt jogi keretek közé szorítsuk, vagy hogy ebbe lássuk a megoldást, hogy ez akkor tartósítja ezt. Azért mégis jobb úgy nevezni, hogy a feleségem. Hozzáteszem, és ezt sokan tudják, hogy mi színészek vagyunk, tehát mi nagyon sokszor játszunk a házassággal, a házasságtöréssel, a megcsalással, az inflagrantival, a hűséggel, és mindenféle olyan dologgal, ami az ember életében naponta találkozik, és nekünk megadatik, hogy ezt el is játsszuk. Valamikor kinevetjük, valamikor sírunk rajta, és így tovább, és aztán visszatérünk a saját életünkbe, a mi hétköznapjainkba, és ott már nem játékról van szó, hanem magáról az életről. És ez a fajta kettősség a mi életünkben egy borzasztó kis fűszer
ahhoz, hogy hol játsszuk ezt a dolgot, és akkor mutogatjuk, hol pedig mi éljük meg a saját hétköznapjainkban. Egy biztos, hogy az egyik legkomolyabb és a legjobb játék a házasság, amelynek nagyon-nagyon komoly érzelmi, jogi és egyéb örömei vannak, sok-sok árnyékkal, egyebekkel kísérve, ami egyáltalán nem baj, hiszen ezt az életet nekünk kell megélni és megúszni, mi sem tudjuk és nem is akarjuk. Tíme, említetted, hogy az egyik legnehezebb is, ugye a házasság. Miben nehéz? Hát néha majdnem megöljük egymást. Az valójában így. Ez ma reggel például, ahogy elindultunk, hát ez egy nem katasztrófa. Most mindent el fogsz mondani? Az igazságról is kell beszélni. Azt még tudjátok, hogy min robbant a botrány? Tehát, hogy de nem volt a botrány. Nem, én elindulok. Várjál, megyek vissza, megyek, lezártam a gázt, le a kávéfőző tetejét, kicsavolt a vízé, megyek, ő már kint. Mindig ez valami apróság, amit annyira felkapja az ember. Szerinted? Szerintem igen. Hát ő ül az autóba. Kész volt minden. Konkrétan már lekaparva a jég, már bemelegedett minden a kocsiba. De ez nem minden esetben. Jég lekaparva. Elolvastad a komplett hírportálokat, és megérkezik. Nem, nincs ez nem olyan drámai és nem olyan vészes. Ez szerintem ehhez a játékhoz hozzátartozik. És ezt te tudod viselni, ezt a temperamentumot? Persze. Muszáj. Vele el tudom viselni. Tehát én azt hiszem, hogy ez fordítva is igaz. Tehát ha megkérdeztek, hogy a Timinek könnyű-e ezt a dolgot elviselnie, nem. Akkor azt gondolom, hogy vannak részek, amikor igen, és vannak olyanok, amikor nehezebben megy. De ez egyáltalán nem baj. De egy színész mindig sokkal intenzívebben éli meg a szituációkat, nem? Minden. Tehát, hogy azért... Hogyne. Mindent. És a Robi meg olyan, hogy ő olyan, aki robban, én egyébként a konfliktus kerülő vagyok, tehát én úgy vagyok, hogy inkább legyen neked igazad, csak ne legyen botrány, de hogy ő egy ilyen vehemensebb, én meg egy nyugisabb vagyok, és így hatunk egymásra. Nekem is jó, hogy ő ilyen, mert én hajlamos lennék ilyen kis lusti ebbe a nyugiba benne lenni, és ő így felpörget, én meg lenyugtatom. Szóval. Én azt hallottam tőletek másoktól a sajtón keresztül, nem, mint hogyha ezzel foglalkoznék egy nappal átéve, hogy mostanában az emberek itt Magyarországon szívesebben kötnek házasságot, mint talán korábban. Ez lehet, hogy egy statisztika, nem tudom ellenőrizni. Nem is áll szándékomban. Statisztikailag ez igaz. Én és mindnyájan, akiket így ismerünk, és házasságpártiak vagyunk, én azt tudom tanácsolni azoknak a fiataloknak, vagy nem fiataloknak, hogy igen, ebben érdemes hinni, hiszen a családnak az összetartó ereje, amikor, és a Timi most ezt finoman árnyaltan mondja, hogy ha bármilyen bajba kerül egy férfi ember, és akkor azért nézek rád, kire tud igazán számítani? A párjára. Természetesen. Legyen az a barátnője, vagy a felesége, vagy esetleg tágabb körben a családra. És valóban a család az, és a házasság, mint intézmény talán jó arra, hogy az ilyenfajta helyzetekben, ha bajban vagyunk, akkor segítségre találjunk, de ha pedig örömünk van, akkor meg tudjuk osztani egymással. És ha hibáztatni akarunk valakit, akkor is nagyon jó. Úgyhogy, ha ez a hét erről szól nálatok, és minket hívtatok meg, köszönjük szépen, mi szeretnénk ezt az érzést, vagy ezt a gondolatot hitelessé tenni azzal, hogy mi valóban nem csak 10 éve vagyunk egy pár, hanem abban is hiszünk, hogy ezt mások is hasonlóképpen tudják megélni, akármi. Meg tudjátok fogalmazni azt, hogy mi az, amit tanultatok a másiktól a kapcsolat során? Kezd. Azt a fajta toleranciát, ami kell mindenhez, és nagyon sok, az a saját tapasztalatom azt mutatja, hogy meg kell értenünk a másik embernek a gondolatait is, és nem feltétlenül mindig az van, hogy kicsit azért ellentmondás, amit mondok, hogy csak nekem van igazam. Az egy más dolog, hogy ha te ráhagyod, és azt gondolod, hogy akkor ez így megoldás, akkor lehet, hogy akkor éppen igazad van, de oda kell egymásra figyelnünk, és nem szabad önző módon, egoista módon csak a saját magam életét élni, hanem akkor együtt kell ezt tennünk. Tehát ez a fajta együttműködés, ez a fajta tolerancia, ez feltétlenül szükséges a párkapcsolathoz. Meg nagyon fontos a humor. Tehát ha nincs humor, akkor az szerintem ott halál. Tehát vannak olyan helyzetek, akár drámai helyzetek is, aminek, hogyha az ember így már a végső kétségbeesésben így el tudja magát röhögni, akkor túl lehet jutni. Minden megold. Nézzük, nevetünk, és kész, megy tovább minden. Nagyon jó így együtt látni titeket, és nagyon szépen köszönjük, hogy köszönjük, hogy eljöttetek.